7 éve alatt nagyon sok olyan értékes, kedves emberrel találkoztunk, akiket önök is a szívükbe zártak, úgyhogy a mai napon közülük néhányukat, vagyis a velük való találkozásomat felidézem, és közben az egyik kedvenc receptjüket, a káposztás kál gombócot készítem el. Ha kedves és értékes embereket hozom szóba, akkor sokan egyből azt mondják, hogy az erdélyi Csíki, Levente és Timi biztos közöttük van, hát akkor kezdjük is velük. És hát sok mindent kiválaszthattam volna a kedvenc jeleneteim közül, amikben ők szerepelnek, mégis azt gondolom, hogy az egyik, ami talán az egyik legviccesebb és legélménydúsabb volt, az a Levivel a tutajozás, és a Timivel a grízkocka leves főzés, ahol egy kisebb malőr is történt. Közben beleteszem a hagymát a kisült szalonna zsírjába, lepárolom és folytatom a receptet. Gyönyörű szívecskés veranda. Nézd meg! Hát nézted párszor. Én egy párszor. Akkor láttam legelőször, mikor csak itt tudtam kinézni. Ezen a verondán vagy tornácon tanultam meg járni is. 3 éves korom óta itt voltam sokat. Itt nőttek fel nagyszüleimmel. Sok évet, igen. Ez az ő házuk. Gyergyó remete központjában. Pontosan. Innen csak a templomtorony és meg a gyönyörű csűrök látszanak. Gyönyörűség. Ebbe a kertbe tanultam meg veteményezni. Mikor kicsike voltam, akkor már ásni, nagyapámnak segítettem. Sok volt itt mindig a munka. Hát akkor egy komoly érzelmek kötnek. Oda néz a Timi, hogy előkészült. Hihetetlen szép! Na, szia! Szia! Sziasztok! Azta, de szép! Készültem. A Timivel süttök, főztök most egy picit, Marci. Győzök körülnézni. Igen. Nagymamámtól tanult ő egy levest. Azt majd elmondja neked, hogy miből, meg hogy lesz. Én addig meg előkészítek neked egy kis meglepetést. Még van, jól van. Jó? És akkor hol találkozunk? Maros partján majd találkozunk. Jó? Feltesszük, jövök. Jó? Mi az, amit tanultál nagymamától? Gyergyó remetei, tárkonyos grízkocka leves. Az biztos, hogy hús van benne, úgyhogy a férfiaknak nagyon fog tetszeni, igen. Sőt, ez bárány. Bárány, igen. Ez egy bárány leves grízkockával. Igen. Legelőször le kéne forrázzuk a bárányt. Jó, segítek. Gyönyörű hús, ez a saját bárányatok? Igen. Igen. Hát ezeket ne is kérdezzem meg. Igen. Minden a saját. Igen. Ez egy jó praktika ahhoz, hogy a bárány ízt enyhítsük. Igen. Ahogy felforrósodik a zsírunk, teszünk hozzá egy fejfehér hagymát. És paprikát. Nem, gogos. Mi? Gogos. Mi az a gogos? Nem tudom, hogy ti hogy mondjátok. Ez a gogos? Ez a gogos. Gogos. Igen. Ezt, amit teszünk az akuszkába, ettől lesz olyan édes. Vitamin paprikának mondjuk. Igen? Igen. De mindegy, most mondjuk azt. Fehér hagyma, nem vörös, nem sárgarépa, nem murok, és nem vitamin paprika, nem gogos. Rizs? Rizs, az igen. Is fog kelleni. Kicsi vizet teszünk, megsózzuk. Közben, hogy hamarabb legyen dolgunk, meg kérlek szépen ide a lárbe dug be, és közben ő fog hullni. Lárbe bedugom. Igen. A következő, amit fogunk csinálni, az lesz a grízkocka. Jó, tehát akkor lesz egy ilyen zöldséges báránylevesünk, amiben bekerül a főt rizs, vagy párolt. Előre párolt rizs, és a grízkocka. És a grízkocka. Jó. A húslevesbe grízgaluskát, felváltjuk jól a igen. Tojást, teszünk is ebbe is egy kicsi sót,
bele tesszük a grizet. Na ezt mondta, hogy mennyit. Tehát három tojás, és beletordatod a egy marék. Mondjam úgy, hogy érzés szerint. Igen. Amennyit felvesz. Amennyit felvesz. Ilyen jó krémes jó legyen. Jó krémes kell lenni. Hogyha a zsírunk forró, akkor tudnám tenni bele. Nézd már, zene szól. Igen, esküvő van. Mindjárt táncolunk igen. is. Nagyon jó. Másik fele is. Tehát rózsaszínre sütjük. Rózsaszínre sütjük. Lakodalom van a mi utcánkban. Ha kiállunk a kapuba, akkor tőtenek pálinkát, adnak üstös kalácsot. Hát de ne hagyjuk ki. Menjünk. Most siessünk. Kürtös kalács! Nézzük gyorsan a grízkockát, hogy elsül. Na? Elmentünk megnézni a lakadalmat. Szinte odaégett. Még tűcsi három csiporral, légy szíves. Még hárommal? Még hárommal, sokan vagyunk. Egy csipor, két csipor. Három csipor. Na még egyet. Legyen még egy. Négy csipor. Jó, akkor ez amíg megfő. Én lemegyek a Maroshoz, és biztosom Levit is. Jó. Jó? Jó. Jó. És akkor ide. Utána még befejezzük, nem? Még kerül bele valami? Jön bele a grízkocka, beletesszük a rizset, és csinálunk egy ilyen tájfőles habarást neki. Jó. Addig jó. Mehetek? Menj. Jó. Várlak. Köszi. Sziasztok. Szia. Jó estét! Hello! Szia! Igen! Igen! Na, mit szólsz ehhez? Üdvözlöm! Üdvözlöm! Hát nem tudom, mihez mit szóljak. Itt ül a gélünk. A Maros partján egy tutajjal. Aha! Indulhatunk? Hát nem tudom! Kész van, kész van, kész. Jaj, 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 menjetek előre! Jól nézek ki! Nagyszerű! Hú! Halló! Levi! Hát nem éri előnyt szerezni! Marci, mi volt? Én voltam a csákjás a Maroson. Nem hiszem. Tutajoztunk. Borultatok bele a vízbe? Nem. Szárazon megúsztuk. Van a drágom se vizes. Szárazon megúsztuk, és mentünk három kanyar. Nagyon négyet. Jó volt. Na pont most főtt meg a húsom, úgyhogy nagyon jó volt. Rizst vegyem ki? Észben tartottam. A riskását. Észben tartottam. Ne felejtsük el a riskását. Szóval mindenkinek egy kis valami fogó van, vagy fogja meg a pulcsimmal. A pulcsiddal. Segítsek? Mindenkinek, akiknek van egy kis depressziója, egy kis pszichés problémája, menjen a Marosra tutajozni. Igaz, milyen jó volt. Tegyen bele a rist? Tegyen, így szíves. De nem lábasostól kellett volna, ugye? Marci! Jobb íze lesz. Jobb, hogy a lábast ejtetted vele, mint hogy a Maroszba testél volna vele. Elfáradt. Látod, milyen a... De ki van égetve a relnibe? Ki van ki? Persze, baja persze. Nincs. Semmi baja nem van. De hogy úgy járjak, mint te? Hú, egyre gazdagabb a le ez a gyönyörűséges. Messze, sült grízkocka leves. Én vágom a kenyeret. Teleteled a kenyeret, várják, keresztezzük meg, tessék.
Hát milyen jó pontot tettek a végére. Akkor szedjek? Neked szép nap volt, ugye? Nekem nagyon. Mert jól végződött. Nekem olyan jól esett. Nekem még szebb volt. És nagyon köszönöm ezt. Tényleg. Van még olyan része Erdélynek, amit nem mutattál meg? Sok. Akkor még pár évig jövünk, jó? Szeretettel várunk. Szóval a káposztás keltgombóc lényege, hogy jó kis füstölt szalonnát kiolvasztunk, a hagymát megdínszteljük, legyen benne még valami füstölt. Ez lehet füstölt kolbász, ne túl száraz, vagy valamilyen füstölt hús, például füstölt csülök, vagy füstölt oldalas, de a hús nagy része, itt is most látják, az sima hús, a legjobb a jó kis csontos oldalas, jó húsos oldalas, amiről nincs teljesen lefejtve a hús. Na, ezeket szépen, mint egy pörköltet, megfőzzük az alapot, kicsit bővebb vízzel, inkább mint egy paprikás annyi vízzel, arra ráteszem majd a savanyú káposztát, és aztán jön a gombóc. De most jön rá a kolbász, körülbelül akkora darabokra vágjuk, hogy mindenkinek jusson egy ilyen 5 centis darabokra. A legjobb a lángolt kolbász, vagy disznóöléskor a frissen töltött kolbász is jó, akkor viszont a tavalyiból legyen valamilyen füstölt még benne. Rátesszük a húst is, így csontonként elvágva. Azt még nem mondtam, hogy egy picit főzzük, mielőtt rájön a káposzta. Nos, én ezt rá fogom rakni, de addig is emlékezzünk. Egyébként ez csípősen jó, csak arról jut eszembe, hogy a következő pici kis emlékező rovatunk az tetétlenen forgott. Szabó Balázs volt a vendégünk, mert ő odavalósi, és a Csili Sanyiéknál forgatunk, töltött halapényót is készítettünk. Otthon, édes otthon. Na nézzetek ide! Ég, de szép! Hát akkor a... De olyan ez, mintha május lenne, nem október vége. Hát igen, itt még ugye a fólia sátorolat nagyon jól érzik magukat ezek a növények. Ezek jellemzően a trópusi égőben érzik igazán jól magukat. Jaj, ilyen van a csokromban is, nem igen, ez az? Igen, igen, van ilyen. Tulipán van. Le is lopta. Nekem is. Neked szerettem valást. Sőt, hozok egy... Hozzál valamit. És akkor abba tudtok? Ne dolgozzunk hiába. Így igaz. Júj, de szép. Ez másmilyen. Ez milyen fajta? Ez. Ez a Trinidadi skorpió. Ezt meg kell, hogy kóstoljuk. Trinidadi? Nem. Ezzel emlékszem a skorpióra. Figyelj, ez mennyi? 1 milliós? 1 millió 9. Ez a legerősebb. Hát tavaly, már most az idén van erősebb, a 2 millió 2 a Carolina Reaper. Szedünk abból is. Kóstoltad már? Az 1 millió 9-es? Figyelj, tudod ezeket a számokat, hogy a cseresznye paprikának ez a kapszaicin tartalma, ami az erősséget okozza, az 50 ezres. Igen. Jól emlékszem? Igen, igen. És ez 1 millió 9. Egy gazdag emberrel van dolgunk. Kapszaicinből jól állom. Trinidadi skorpió, ezt meg kell jegyezni. Igen, ez és pedig azt mondja valaki, hogy a trinidadi skorpióval főztem a lecsót, akkor jelentsék föl. Azt tisztelni kell. Hát ez már fegyvernek minősül. Hát Amerikában a használatos könyvgáz 2 milliós, hát tehát ezek már... Ez már tulajdonképpen az akkor lehet könyvgázt készíteni. A paprika spray alapanyaga. Így igaz. Nézd, Balázs! Az meg a csokoládé habanéro. De csak a színe miatt nem, egyébként? Ha megvágod, így nem érzik, de ha megvágod az illata, és ha megkóstolod az íze is, a csokoládé hasonlít. Ez nem olyan veszélyes, ez csak olyan 1,5 milliós, 580 ezer. Csak egy tízszereset cseresztünk, hogy semmi. Milyen csokival keresztezték? De csoki sok szeretném. Lehet, magyar csokoládé. Ezek igen. Milyen fajták? Ezek habanérók. Ez a Red Sauvignon habanéró, ebből készítettem port, ezt visszük majd a kövér tanyára. Én tervezek ott egy kolbászt tölteni, és ennek a csilinek a porjával bolondítjuk meg egy kicsit ezt a kolbászt. Egy számot szeretnék hallani, ha kolbászba teszik? Hát ez is 1,5 millió fölött van. Júj, akkor mennyit teszünk bele? Nagyon kevesen. Egy csípetnyit. Red habanéró és? Igen, ez is habanéró, ez a narancs habanéró.
szám. Ugye a szimeniak. Ez olyan 300 ezeres, no, tehát ez már ez a leggyengébb. Ez a kis desszert. És azt a 2 millió 2-est megmutatod, mert őt még nem mutattad be nekem. Már leszettem. Itt ja, már szedtél? Ezek ilyen rücskösek, tehát már ránézésre is. Varanypaprika. Ilyen varanybéka. És mi a neve? Carolina Reaper, azt hiszem kaszás jelent a Reaper. Kaszás, igen, a gyilkos ez, Carolina. Igen, igen. Háborúkat lehet vele eldönteni szerintem. És milyen íze van? Nincs olyan finom, mint a habanérók. A habanérók azok édeskések, gyümölcsösek. Inkább igazán... ilyen mangó ízűek. Igen. A piros, a recsavinja az mangós. Igen. A narancs habanéró, vagy van citromsága színben is, az inkább ilyen citrusos, tehát kesernyésebb, savanykásabb, de az is nagyon finom ízű. Ezek akár a szellemcsili, akár ez a Carolina, vagy mondhatom a skorpióra is, hogy ezeknek már olyan íze nincs, hanem vagyis hogy nagyon kell figyelni, és akkor sem olyan nagyon finom. Hanem, igen. De ott a túloldalon egészen mások vannak. Igen, ott hogy juthatnánk át oda? Csak a végén tudunk. Vagy itt is vannak még más fajták? Nem, itt ezek vannak. Átmegyünk a másikból is szedni neked? Már így szemezek. Ez mekkora, de szép! Készülj mindennel. Na mi ez a recept? Mondta Sanyi a paprikásban, hogy van egy saját recepted. Ez jalapeño paprikával megtöltve a kolbászhúsa, és sajt van a tetején, és megsütve. Előítélként kitűnő. Ne utasítjuk vissza. Kitűnő. Finomság. Megint jókor vagyunk, jó helyen ülünk. Igen, én is azt szoktam ilyenkor mondani, hogy de vacak az élet. Tehát ezt is valakinek csinálni kell. Lehet, valakinek meg kell lenni. Igen. És mi van akkor benne a darált húsban? Mangalica. Só, bors, fokhagyma. Hát még az élet sem a borsa. Isten, csak nincs piros paprika. De jó házi... Vettétek. De jó házi fűszer paprika. Nem mondok olyat. És esetleg füstölt? Nem? Nem. Ez sima. Csak sima. Ez még csak sima. És édes paprikával fűszerezed, de csípősbe töltöd. Így igaz. És a kettő kombinációja, ez pontosan kitűnő lesz így együtt. Jó. Én segítek szívesen. Igen. Most ezt a receptet például megjegyzed, vissza a paprikát, és már is tudom riogatni a szomszédokat, barátaimat, sőt, koncerten ingyen ételosztás. Egy ilyen néhány 10 fős kis klubban is nagyon jól működtök, lehet, hogy még jobb. Egy rendes nagy koncerten is. Hát igyekszünk, ez a kicsit amiatt is, hogy nagyon szeretném, a gyerekkoromban is a gimiben is ugye egyedül kezdtem egyszerűen gitárosként, úgyhogy nagyon, már akkor is verseket zenésítettem, picike klubokba játszottam, persze kevés embernek, de én mind a mai napig nagyon szeretem a kis klubos történetet. Ezt jól mondtad, mert hogy annyira más, amikor nincs kordon, nincs a megszépítő nagy távolság, más a fény, más a hangulat. Így értem a feladat. Krémsajt. Krémsajt. Látod, úgy krémsajt, hogy ezt így gyakorlatilag zsebbe rakod, és akkor sem. De én így szeretném, mert így találtam ki. Hát akkor játsszál bele. Na, ezt gyorsan beteszem sülni, jó? Tadám! Nem mondom, hogy nem meleg. Hopsz, ide rakhatom. Oda dobhatom. Igen.
akkor kész is van. Hát ez készen van. Illatra színre. Milyen erős illata van, mi? Csípős illata? Nem úgy, hanem olyan tömény illata van. Most már értem, hogy miért csináltunk két tepsivel, Edit. Igen. Na, ezt nem lehet abba hagyni, ez az. Figyelj, a zenekari tagoknak csomagoljunk egy kicsit, mert nagyon-nagyon csúnyán végzett, ha nem viszel. Igen. Hányan vannak? Ötten. Ötten. Van egy... a menedzser, meg a technikus, heten. Jó. Jó. Meg én 9-en vagyok. Jó. Mikor már így szépen kifehéredett a hús, vagyis kapott egy pici kérget az a zsírban, akkor rátesszük a piros paprikát. Elkeverjük, hogy a paprika is kioldódjon a zsíradékban. És felengedjük vízzel. Majd amikor kétharmadig megfőtt a hús, akkor jön a káposzta. No, hát amíg fő a hús, addig emlékezzünk egy régi disznóvágásra, azt is nagyon kedvelik Önök. A legnézettebb adásunk volt ez az ásotthalmi disznóvágás, ahol Rákóczi Feri volt a vendégünk, és hát jól megleckésztették egyébként a helyiek a húsdarállással. És a másik oka, amiért erre a disznóvágásra emlékezünk, az az, hogy ott készítettem el Önöknek először ezt az ételt. Nagyon ilyen szépen ereszte. Van, amikor kicsit kisebb lyukúval csináljuk, van, amikor ilyennel csináljuk. De a fízén az számít? Számít, de különösen a füstölésnél, amikor van ilyenkor, ha sütni készítjük, akkor ez pontosan jó méret. Nézni tudjuk, mi? Az könnyű. De én az asztalt fogom csak azért, hogy nem adogjam. Miért van az, hogy mindig én nyerem meg ezt a tekerés, gyerekek? A pörzsölőt is én tekertem. Mert tudsz tekerni. Az igaz, mondjuk. Régi tekerőlantos családból származom. Gyúrás előtt sose felejtsd el levenni a gyűrűdet. Mert nekem már volt olyan, hogy elmaradt, de a füstölés után megtaláltuk. Igen, érdekes. Sütnivaló kolbászt fogunk készíteni, sót, borsot, pici köménymagot és fokhagymát fogunk beletenni. Összekeverjük az egészet, paprikát teszünk, piros paprikát, egy nagyon pici csípősre készítünk. Oké, felirodat, én is nagyon szeretem. Egy kicsit csípősre fogunk készíteni. Amikor ezt összekevertük, egy részét kivesszük ennek, ebbe beletesszük, és a bacátok kolbászt elkészítjük. Jó, szobáta is, vagy parajdi? Parajdi só, mi azt használunk mindig. Nagyon helyes. Tiroli nátriumklorid kör, mert valamelyikben csökkentett nátrium tartalom. Mi, három? Egyéb három, igen. Egyéb huncutság. Meg hát a jódos tönkre teszi a jódozott só. 3-10. Ebbe csak természetes só. És neked így kezdett be valami értékegység? Igen, igen. 3, marék az 12. Igen. Világos. Szép apróra vágott fokhagyma. Darált. Feri darálta. Ja, bocsáss meg. Feri darálta. Nagyon ügyesen. Na most mi az? Mint a négy kezed. Már láttam, gyerekek, ahogy nézitek, ugye? Hogy van a... Úgy látom, nem csak tekerni, kavarni tudtok. Igen, hogy nektek van egy nézésetek, amiből látszódik rögtön, hogy ezek nem jól csinálnak. De nagyon, nagyon jó. Nem, én meg azt éreztem, hogy gondolták, na most leszóljuk őket, aztán megdöbbentek és elnémultak. Nagyon helyes. Istenem, miért nem géppel? Jó, most jön a batáta része szerintem, igaz? Nagy sikár, légy oly kedves kiszedni belőle. Két jó nagy merítére. Nagyon finom. És még egyet. Jó. Tessék, parancsoljatok. Az, ami így össze van vágva, azt tesszük vele. Igen, ezt? Igen. Jaj, de szép. Ahogy kifröccsent a batáta. Na, Faki? Én egy pici sót nem megy bele. Nem. Ne, nem teszünk bele. Mert tényleg ez is így... Én szerintem jó így, Nacsi. Az első három barékkal. Én szerintem is jó így. Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most ezt betöltjük gyorsan. Oké. Okay. Bemi. Akkor vigyük. Fogjuk meg. Hát ennyi kolbászt betöltünk egy perc alatt. Persze, nem egy nagy mennyiség. Jó. Ti is szoktátok gombot hozni, ugye? Így van, így van, így van. Vezényei. Egy, kettő, három.
Jaj, de jó, hogy egyet fújtatok. Egybe lefújjunk, Szaki. Szerintem egy kis langyos vizet raktam rá, nem baj? Egy nótát fújunk egy pillanat. Szerintem már egy kicsit a langyos vizet. Először mindig a vesepecsenyét töltjük be. Így van. Szép lassan. Megfelelő. És közben nyomja. Oldalájön! Jó, nem baj. Azt leszedjük onnan, mert úgyis becsomagoljuk, tudod. Sikám, ezt meg kell egy kicsit sózni, és meg kell örökborsra szórni. Netfarisjával is lehet csinálni. Lehet. Hát, ó, hiába, gyakorlott kezek. Igen. Sokat töltött meg volt. Igen. És olyat tudsz, hogy így pörgeted, és akkor most mindjárt. Azt, akkor na, azt megtanuljuk. Várjál. Hol vagy, Ferikém? Három ujjal nyomod. Három. Kettő, három. És megfogod, és csak ennyit csinálod. Jaj, és egyet, vagy még kettő. Egyet? Jaj, de hülye vagyok, várjál, bocs. Tessék, Foxy. Nagyon ügyes nézd vagy. Ne. Nem, te vagy ügyes, mert jó kolbász csinálsz. Olyan keveset foglalkozunk a hurkákkal, pedig Magyarországon szerintem... Te foglalkozol keveset, Cicám, elárulom neked, hogy amit itt látsz az asztalon, a rist is én daráltam meg. Úgyhogy ez a két gangster a kocsi csomagtartójában három elektromos darálót tart, érted? Mi történt? Te mind a kis anyja. Nagyon megbecsültünk. Egyébként volt egy kisebb daráló is. Nem igen. A szerelmény. Jaj, nem az ötöset kaptam. Na de ez a tanya fitness, nem? Most már szépen fő a pörkölt alapunk, úgyhogy közben bedagasztom a knédliket, a kelt gombócoknak való kenyértésztát. Egy sima kenyértésztát kell készíteni. Felfuttattam az élesztőt. Sóval, vízzel, élesztővel, jó lisztből. Ennyi az összes. Nagyon fontos, hogy ne legyen sótlan. Ugyanúgy, mint a kenyérnél is. Ez 60 deka liszt, tehát 1 kilóhoz egy púpozott kanállal szoktam a sóból rakni, úgyhogy egy jó fél kanállal. És akkor jöhet a dagasztás. Egy kicsit azért lágyabbra dagasztom, mint a kenyér tésztát, hogy a knédli minél levegősebb legyen majd. Ha már dagasztás, az egyik vendégszereplőnk Magyar Attila volt. Keszthelyen és környékén barangoltunk vele, és nagyon-nagyon jó kedvű adás sikeredett vele, mint amilyen ő maga, és hát egészen különleges élmény volt az a lángos sütés, aminél ő is jelen volt. Na, hadd mondjam el neked, hogy férj és feleség, Anna és Feri, tehát egy konyhában, egy tűzhelynél tudnak dolgozni, vagy nem tudom, tudnak-e, látjuk. Krumplis pogácsa után krumplis lángos, tudod még a krumplit? Igen, így van. Nagyon, mit fogunk csinálni? Krumplis lángos. A hajam bele ne. Nem mondod, hogy kötintettél neki. Kötint, és így, hát a hajam beleesik meg. Hát akkor gyere át ide, segíts helyettem Annának. Jó, én segítek az Annának, jó? Gyúrunk. Kimérjük először is a lisztet. Mindennek megvan a maga aránya. Azt mondta, kimérjük a lisztet. Kimérjük a lisztet. Ja, ebben mérjük? Igen. Ja, jó van, bocsánat, csak azt hiszem, hogy kimérjük a lisztet. Már félreértettem. Képzeld el, volt ilyen víz. A mérlegen ki is mértem, és ez már pontosan jó. 1 kiló liszt, amivel beletettem egy 2-3 dekányi sót. Ja, de még tehetünk bele sót, ugyanis ugye a burgonyának is kell a só. A só sem mindegy ám, hogy milyen. A só a burgonyának is kell, és hogy ne legyen most voltunk magyar tengeri sóvásáron. Ezért megsózzuk a burgonyát is, meg még teszünk bele a magába a lisztbe. És milyen arányban van a liszt burgonya? Most mondom, hogy 1 kg liszthez teszünk, tehát fél arányban, az 1 kg-hoz fél kg áttört, héjában főtt burgonyát teszünk. Hozzátettük a burgonyát, most pedig gyorsan kellene egy kis élesztőt futtatnunk. Na, futassuk meg! Ami ugye 3 deka élesztőről. Menni fog! 3 deka élesztőről. Úgy vagyok öltözve, hogy megfeladhatjuk. Teszünk hozzá körülbelül egy ilyen 2 g-nyi kristálycukrot. Igen. És akkor egy kanállal mindjárt teszünk hozzá egy kis tejet. Kanál! Ja! Bocsánat, az itt nem szólni kell a kis kuttáknak, hogy hozzák ide. Kis liszt. Itt ön ellátóak vagyunk. Tehát megfuttatjuk szokásban a korlit. Így van, igen. Ezt most megfuttatjuk. Igen, jó. Figyelem. Aha.
Na, hasonlóképpen csinálnám hát én is. Hát ezt akkor most mutasd meg. Jó, rendben. Segítek. Egy kicsit rásegítek a tésztával, és akkor utána könnyebben miért megy a dagasztás. De nem, hát én annyit dagasztok, hogy a nézők már halálra unják. Nézők már unják, hogy te dagasztasz? Látjuk, hogy jól dagasztam. Ugye, hogy jól dagasztok. Így, hogy mindent beledagasszál, tudod? Igen. Tudod? Ilyen az állaga egyébként. Hasonló lesz, igen, mint a kenyértésztának. Na, csak egy picit nem lágyabb, lecsin. Egy nagyon keves, kicsit lágyabb. Maga különben, ahogy a burgonya dolgozik, benne lágyabb lesz a tészta. Hát nem a burgonya dolgozik, hanem én, de mindegy. Azért tartom így, mert Michelangelo is így festette meg. Anna, tedd ide a kezedet így. Hogy így? Így, engedd el, látod? És ilyen lazán. Ez az így, látod így. Most jön az, hogy meg kell tésztát, kitettem a deszkára, igen? És most jön a cipózás, amit én kézzel szoktam cipózni, és nem pohárral, és nem hát otthon én pogácsosszaggatóval, mert igazából a lángos kézzel cipózok én is otthon. Hát. Kézzel, persze. Aki nem kézzel cipózik, az szégyenleti na, magát. Na, most megtanulod. Igen, kis maroknyit szaggatunk le a kezünkkel így? A tésztából. Lehet lisztesen is, vagy vizesen, amelyik könnyebb a kéznek. Na most akkor én belerakjuk a ekkora darabra gondoltam. Igen, és akkor lesz belőle egy kis ilyen. Igen, de az kicsi. Miért? Azért, mert abból nem jó, lángos hát akkor lesz, hanem lángoska. Ja, igen, és mit csinálunk? Ide letesszük és pihentetjük ja. A vizet, azt leőr lángra. Tehát akkor ilyen kis na. Igen, darabokat. Lehet vizesen is, és lehet lisztes kézzel is. Úgy, hogy kicipózni, és egy kicsit letakarjuk egy pár percre. Lehet, hogy túl nagyot csináltam. Nem baj, jó lesz az. Jó. Egy, kettő, három. Na, sütünk? Cipózás. Megkelt. Parancs, hogy Marci, hadd adjam igen, át neked. Igen, oké, de hogy rakjam bele? Te hogy szoktad? Mindjárt mutatom, mindenki kezébe bele. Ja, mindenkinek kell. Mindenkinek három belemehet most. Oké. Hát jó, de hogyan, ugye? Jó, mutatom. Széthúzogatod egy kicsit? Igen, így megfogjuk, és úgy, mint a pizzát, hogy kifele elkezdjük, körbe-körbe húzkod. Mennyire vékonyra szoktad? Hát ezt még egy kicsit kell, közepén legyen vékonyabb, és a széle fele húzzuk ki. Klasszikus lángos? Igen, ez a klasszikus lángos. Mm-hmm. Nem nyújtófával, hanem kézzel szoktuk. Értem, csak így körbe. Nézd el, édes a Feri, hogy... Az jó lett, az lesz a jó. Milyen töltelékkel csinálod, Marci? Az enyémből kóstolunk? Mindenképpen. Ez csak... Vigyázz, mert nagyon olajba sül. De neked ez annyira megy, hogy neked olyan szerepet is kéne vállalnod, ahol séf vagy, vagy vendéglős. De úgy van, hogy írok egyet. Igen. Te leszel a következő Krúdi? Hát már úgy vagyok vele, tudod, hogy a színész lassan magának írja a szerepeit, magának írja a színdarabokat, mert akkor legalább azt játszom, amit szeretné. Brutál jó lesz. A medve hagymás? A lángos is. És akkor lehet a fokhagymásod is. Jó. Nagyon jó lett. Egészségetekre. Nagyon jó. Hú, de jó. Mondjuk ez nem az az étel, amit így az első randin lehet így fogyasztani, nem? Marci, tehát találkozunk itt. Szia, az első, és így áh. Ja, ja. Te hol dolgozol? Ugye, hogy ez nem egy ilyen első randis étel. Majdnem teljesen megfőtt már az oldalas. Káposzta egy nagyon picit savanyúbb, mint kellene. Úgyhogy éppen, hogy csak áltereztem a vizen. Egy nagyon kicsit kicsavarom. És jön rá a tetejére. Úgy kell rárétegezni a káposztát erre a hosszú levű pörköltre, hogy egy kis takaró legyen a tetején. Mert utána, mikor már egy 20 perc múlva elég puha káposzta, akkor kis fészkeket készítünk majd a keltgombócoknak, vagyis a leendő keltgombócoknak. Beleültetjük a káposzta takaróba őket, és lefedve fogjuk párolni. Egy picit lenyomkodjuk, hogy beleérjen a szaftba. Sőt, hogyha nincs már annyi, akkor ennyi vizet még adunk hozzá.
arra kell számolni, azért mondom, hogy körülbelül 4 óra 20 perc kell a káposztának, mert amikor belekerül a gombóc, akkor az még 20-25 percig fog párolódni, és az alatt is puhul a káposzta. Na, amíg ez párolódik, addig elmegyünk Taranyba, ahol Telekes Pepe volt a vendégünk, és megtanult rétest húzni. Erre életen nincs itt semmi. Én befejeztem. Én biztos, hogy nem megyek többet gombát keresni. Én ismerem Tarany környékén az összes erdőt már. Az akácos, a nem tudom milyenbe voltunk az előbb, de minden. Te a kakassal hogy vagy? Pozitív, lejártuk a kakast. Tehát ez, ja? ez az élethez való hozzáállás kulcsa. Azt mondjuk jó. Tehát, na, egy pozitívum. De még egy van. Remélem, igen? Amíg mi sétáltunk, ők befejezték a szüretet. Az legalább oda visszaérünk és kinevetjük őket. Merre? Na, merre menjünk? Erre kell menni. Nem. De? Dehogy arra kell miért? Menni. Miért? Arra kell menni. Dehogy is erre kell. De figyelj, arról jöttünk. Tudja, hogy erre kell menni. Nem. Gyere. De rendes vagy, hogy hallgatsz rám. Gyere, Bori! Valami kalács, hogy mit csinálsz? Jó napot! Jó napot! Jó napot! Jó napot kívánok! Hű, de jó helyre cseppentünk. Igen? Azt a mindent, mi készül? Hát egy kis taranyi. Megmutassam, honnan jött az illat. Jó úristen! Egy kis taranyérésnek vagyunk? Nem. Megnézhetjük. Nyugodtan tessék csak. Jó, azt a mindenit, de szép. Hú, nem kell egy kis segítség? De. Szívesen elfogadok egy kis segítséget. Anyuk, azért tanultam meg főzni, akárhányszor megkérdeztem anyukámat gyerekkoromban, hogy segíthetek, azt mondta, igen. Igen. És elítélem azokat az anyákat, akik azt mondják, hogy na, állj arrébb, gyorsan szeretném, ne hátráltass. Na, így csak szépen ezt addig kell gyúrni, amíg el nem vál az Adény aljától. Így van. Te csináltál ilyet. Le nem jön. Te már csináltál. Hát kenyeret dagasztottam. Ó, hát ez így nem is vicces, hogy te ezt tudod. De nézd már meg, hogy milyen jól csinálja. Nagyon jól csinálja. Látod, anyu? Ha nálad lenne az én melencém dagasztó, nem lenne ilyen fárasztó, mert az nem emeli fel a tészta. Mi csodád lenne? Melence. Az a dagasztó. Úszol melence? Idehozom. De tényleg jobb, mert az a műanyag úgy összerogyott, nem tudom. Igen, tölemeli. Kicsit, ha lihegek, az csak úgy a hegyi levegő, szóval nem arról van szó, hogy ez egy nehéz munka. Ezután nem távozhat el senki a gasztroangyalból egy vendég se, úgyhogy valamit nem tanult meg. Péter, kész a tésztánk. Állok előre. Megkezdjük a nyújtást. Szuper. Mindig a vastagabb részt kifele. Mindig a vastagabb kifele. Most elindulok erre feléd. Töltsük meg a tésztát. Töltsük. Ez most egy almás lesz. Almás rétes. És ez mi? Ez, olyan ez a tej. Jézusom, ebbe így bele lehet így. Ó, bele. Imádom. Figyellek nagyon. Kezdek izgulni, hogy ez neked menni fog. Pedig azt hittem, nevetni fogok a végén. Fogsz. Azért nem hagylak cserbe. Jó, teli. Mondd ezt székelyesen, kedvemért. Sigridikó, mi azt mondja nekem, hogy ezt csak lára szerette az almát. Igen. S rakott bele még cukrot. Fahéjat. Csak vaníliás cukor. S vaníliás cukrot. Így összeállt, ilyen szép barnára. Pedig felvidéki, nem merdéi. Az félig meddig jár réi. Szép barna. De nem. Na. És akkor ez kész van. Tehát ez még nincs kész.
te gyakoroljál, én meg addig elfoglalom magam, sütök egy... Jaj, már magamra leszek hagyva. Hát nem csak a gyakorlásban, hát nem akarlak zavarni. Most a tészta tetejét légy szíves olajjal kány le, hogy ne száradjon. Itt a szőlőben láttam nagyon finom csemeges szőlőt, abból párat szedhetek. Igen, igen. Egy szőlős pitét gondoltam, azért összetopogok. Volt itt egy, előbb jó. Egy Itália nevezetű. A szőlő neve szőlő, Itália? Igen, az valami zseniális. Kék vagy fehér? Kettő közt. Ilyen rózsaszín? Igen. Nagyon az nagyon finom. Ide. A kis megszokott köténykém. Na, kérem. Na. Az a zenét lehet rá. Ne kapkodj. Óriási vagy! Bebe! Óriási vagy! Nem jó! Még a két csarkba kilátszik az asztal, lassan! Na, tessék! Nagyon ügyesek vagytok! Hogy megtanultad, gyere! Ahhoz, hogy igazi rétes készítő férfihez válj, taranyi vízpolgár legyél. Egy pohár bunceget egy húzásra meg kell inni az egészséget. Tordigézessen! Akkor avassunk egy új rétes húzó férfit, mert itt már taranyban 302 van, ilyen a 303-i. Isten, Isten! Egészségedre, Isten ütesse! Egészség! Egy tudásra! Nincs több próbatétel! Köszönöm! Én nem Ildikó, levennél rólam ezt a kötényt! Köszönjük! Nagyon köszönöm szépen, köszönöm! Így kell kinézni egy jó tésztának, tökéletes. És most kis gombócokra kell osztani. Ilyen gyönyörűen kell főni a káposztának, körülbelül ennyi lével. És hát attól függően, hogy hányan vagyunk, annyi kis bucit rakunk a tetejére. Ilyenkor jót tesz, ha még egy nagyon picit hagyjuk kelni. Most az eső miatt én megpróbálkozom rátenni. Tehát pici kis fészek, és beleeresztem. Kettő közé káposzta, fészek, úgy, és így körbe. Arra figyelni kell, hogy nőnek, legyen helyük rá. Egy nagyon jó fedő kéne, de ez most nincs, úgyhogy a szabadtéri főzés kreativitását kiélvezzük, és megoldjuk. A lényeg ugyanis az, hogy nem jöhet ki a gőz, ugye gőzgombócról van szó, de mindenre van megoldás. Én otthon úgy szoktam, hogy egy jól záró fedő, és rá egy nagy konyharuha, úgyhogy ne érjen le a lánkhoz a konyharuha, nehogy kigyulladjon. De most ez is teljesen megteszi nekünk. Békés
Békés Csaba szarvas környékén tótok élnek, csodálatos ételeik vannak, jobbnál jobbakat ismertünk meg. Most azonban így a végén derüljünk egy jót, jöjjön újból Amrokár! Itt a te időd! Tibor elkészíti a amrokárt. Most végre megtudom, mi is az amrokár? Igen. Halljuk először, mik a főbb hozzávalói. Ugye ez egy disznótoros étel. Mindig készül abáló lé, vagy abalé, ahogy hívják. Ugye itt az most ott fő. Tehát fejhús, meg ebbe teszik benne. Aztán a belsőségeket. Igen. Ez az abalé. Igen. Ott főben a cumó. Ebben a lében, amiben ez a sokféle hús megobálódott, megfőzzük a rist. Ez mi? Tototjék, krv. Krv? Az mi? Krv, az vér. Igen. Jézusom, ez vér? Igen. Úgy néz ki, mint a cékla. Úgy néz ki, de hát ez vér. De mert mi bajod lesz, hogy úgy elengedted? Nem vagyok vámpír. Gyönyörű, szép vér. Megfőtt ez a rizs abban az abalében, és ebből elvettek egy bizonyos mennyiséget, a többi ment a hurkába, ami össze lett keverve a hússal. Ezt pedig befűszerezték, mint ahogy én most teszek Igen. hozzá egy kis borsot. Ezt azért jócskán megborsozták, hogy legyen kellemes jó íze. Meg is sózták, és rátették ezt a vért. Tehetem? Igen, tegyel, kedves Marcsi. Igen. Úgy, azt majd oda valahol oldalra. Csak hogy ne a terítő Igen. legyen. Igen. Véres. Én pedig tudok máshova nézni. És ebben mi van? És abban van a hagyma, amit összevágtunk apróra. Azt is tegyük bele? Igen, majd bele fogjuk tenni. Mert most tehetjük egybe. Most akkor én segítek is akkor, hogy keveredjen az egész, és akkor így most nagyon... Tehát benne van minden. A szabalében főtt rizs, a bors, a só, a vér és a vörös hagyma. Így van. Betették. De ezt még megsütötték? Igen. Aha. Rátették egy kivajazott tepsire, nem zsírozott, vajazott Nem vajra. Hogy miért mondják marokárnak, a szarvasiak azok marokárt... Jelent a szó valamit egyébként? Igen. Szlovákul, szlávul? Igen. Szláv szó. Malako. Maloko. Malako a tej. Malako. Igen. De ez Tehát tej. Azért nevezzük marokárnak, mert amikor elkészül, hideg tejjel leöntötték. Akkor innen a malakó. Innen a malakó, innen a mlokár, de a szarvasok mlokárt csináltak meg, belőle. Kedves Macsi, hogy segítsek egy kicsit ezen, hogy ez a vér egy kicsit alvat, és elmondjam azt is, hogy valamikor hogy készítettük Na. ezt, mindig kézzel. Én annak örülök. Sokkal jobban átdolgozódott ez az Igen. egész mlokár. Így, mennyivel jobban és néz mennyivel ki. Mennyivel jobban néz ki, és mennyivel könnyebb. Marcsi, te annyira egy véres kezülő vagy. Tehetem is át a tepsire? Igen, lehet a tepsire. És átrukni. Hogyan? Elterítve, mint egy igen, pitét? Én tartom. Elterítjük, mintha egy pitét csinálnánk. Ezt a levest még nem tudom, hogy micsoda. Ezt nem főztük. Ezt én főztem, ezt tökleves. Tökleves, varázslatos meg. Tök jó leves. Tök jó leves. Így van. Kicsi kaporral, kicsi sóval, paprikával, rántással. Nagy kanállal. Nagy kanállal. Én ezt muszáj megkóstolom. Mindenkiért szlovákul? Totul? Nye. Nem lehet eladni. Aj, de jó illata van. És látjátok, még egy nagyon egyszerű és olcsó étel. Ezt se láttam Ildikból. Szilvalekváros kifli. Igen, kifla. Így van. Kifla. És ez a kis drága, gyönyörű... Tvarozsnyéka. Mi? Tvarozsnyéka. Tvarozsnyéka, ez édes? Tvarozsnyékának inkább ilyen... Tvarohovi batostyok. Igen, a, mert batyú lett belőle. Igen, batyú lett belőle. Édes vagy sós? Édes. Nagyon szép, gyönyörű. Na jó étvágyat! Jó étvágyat! Most jön a mrokár. Jó, ne. Még jó forró. Akarom mondani, ó, oh, yeah. Na, és akkor most öntsem rá a tejet, Tibor? Igen, öntse rá, Marcsi, a tejet. Ezt a hideg tejjel öntsem meg. A forró mrokárra megy a hideg tejjel. Biztos így, hogy ráöntöm? Igen. És ezt nem adagolták ki, ahogy említettem is. Hanem ezt egy tejjel? Hanem egy tepsiből kanalazták. Teljes sült vér. Nem volt őszinte most.
bele. Húrsa. Pépesítsd a fogaiddal. Ezt ti elszitek, vagy csak megvicceltetek minket? Ezt most már le kell nyelned. Tibor, ez igaz? Vagy csak megviccelt? Nem. Ezt ették. Hát én nem tudom. Ezt ették. Ki is haltak? Mert hogy én nem tudom, most mondhatom, de soha életemben nem csináltam. Azt hiszem megvan a titokítja. Milyen jót fognak röhögni, ha lelépünk innen, hallod? Most is jót nevetnek! Képzeld, mit adtam nekik, lejöttek a tévések. Nézd a macsit és indítés kapcsolat. Várj, el tudod képzelni? Még a Tibor is nevet. De hogy jössz a klubba holnap, lejöttek a pestiek, megetettem a sült vérteljel. Mit fognak ezek szórakozni rajtuk? A zseniális. Erre inni kell, nem tudom más, hogy megoldani. Hát egészségükre. De most már te is kóstold meg. Majd adáson kívül. Nagyon sokféle ilyen alternatív, hagyományos kinti főzési mód van. Ez nem kap rabot, mert ez húsfelület. Majd mindjárt megrabozzuk azt a kis részt. Most kell vigyáznunk, hogy ne forjon fel. Kéne egy fanfár, a teszt. Hú, de hogy milyen illata van. Milyen íze.